A mai modern világunkban egyre kevesebbet gyönyörködünk a természet adta csodákban. Például, hogy hogyan ég a tűz, hogyan folyik a víz, vagy ahogyan a szél fúj. És az állatok, kicsik és nagyok, vízben élők és szárazföldiek egyaránt. Pedig egyedül ezek a természeti elemek és élőlények képesek hullámszerű mozgásukkal a folyékony tökéletességet tükrözni. Mindez persze nemes egyszerűséggel. A kulcs mozgásukban a folyamatos oldalirányú helyváltoztatás, amelynek köszönhetően nem frontálisan mennek neki akadályaiknak, hanem kikerülik, illetve megmásszák azokat. Ezáltal kevésbé veszítenek sebességükből. És pont ezt csinálja a Sharkwheel. Hali srácok, én Andis vagyok, ez pedig a cápa kerék. 70 mm magas, 78 a keménysége, a kontaktpecse pedig. Gézed most, hogy van? Ez a kerék nagyon sok mindenben eltér egy átlagos longboard keréktől, ami első látásra szembetűnő lehet, hogy úgy néz ki, mint egy a kocka. Ne vagy való! F***ak cápa. Nézd csak Géza, hogy hullámzik a Duna. Akár csak a kereken, mi? Sziasztok, idejöttünk most a hegyre, a Tabánra, itt Budán. És megnézzük, hogy miket reagálnak a DH-s arcok a Sharkwheel-re. Mit szóltok a kerekemhez? Szóval. Jó. Gyere le itt a lábára. Elég fasza, nem? Aha. Ilyen Shark etek? Hello. Sharknado 5. Ez igen. A víres lejtő. Némi gurulás után a városban elmondhatom, hogy az eddigi legjobb cruise-kereket használhattam, ugyanis amit a fizikai háttere, a kinézete, a konstrukciója... Várj, össze kell szedni a gondolataimat.